Igen, ezt akartam kibejtelni belőle. Kihúzni az ultiát. Okay. Tökéletes, még a flashét is kiszedtük. Ajaj. Ez egy nagyon jó harc lehet. Rámegyek a Kalisztára. Morgannál. Ez a Kalista nagyon fett. Formér nagyon. Ez lehet, hogy kicsit mély lesz. Szerencsétlen. Segítsetődik legalább. Jó van. Csak megfogtuk. No, ne. Ez nagyon nem jó. Alista ulti. Hát nem volt manája. Gyorsan megöltek. Hát szóló kjúb ez megesik néha. Ilyen egy LCS meccsen soha az életben nem történne meg, hogy 20 kill-je van valakinek. Én akar felmutatosan harcolni a csapat, amikor ekkora hátrányban vagyunk. Nagyon nem jó. Split push nélkül elég gyenge az adpick ide csapatunkba. Egy-egy QSS-t teljesen le is counter-eltek. Na mindegy. Gragas se volt elég tankos. Két itemje van, Runic Echoes plusz Spirit Visage. És közben a Kalista az agyon feedelt. Maga a team kompozíciónk szerintem elég erős volt. Hogyha kiegyenlített a meccs. De ha valaki ennyire elhúz, akkor teljesen. Hello, Lissandra. Nem akarsz egy kicsit segíteni? Uff, ez elég meleg volt. Uff. Nem gondoltam, hogy ekkora sebzésem lesz rá. Úgy tisztem se kell. Szép. Thank you.
Zalulu ezt szépen játszott ott. Na gyere, Master Yi. Ejha, elég gyorsan intézett. Lulu kompozíciók azok nagyon erősek, szólok jobban. Ó, ez is jó. Van red buffom is. Oké, most hirtelen eléggé feedelt lettem. Ez tényleg rám ugrott? Ezeket a játékosokat. Dupla buffos poppira, ráadásul Fred így ráugrik. Jövök. De gyors ez a Gragas. Rumble ulti. Hili, duo, a ditch fox. Korkinak volt a legtöbb damage-e. Kás. Ez az én pentám. Na jó, nem.
ez... Penta lehetett volna. Csak az, hogy régen irédiasztom már. Ó, oh, beigáztam, megállított az ugrásom. Érdekes. Elég kevés edzésem majd. Nem volt ez egyik legjobb meccsem. Ah, az Ed az 06-os, ezt most vettem észre. Én meg 05-ös. Egy cipőben járunk. És az a baj, van nekik egy 81-es Evelynjük. Elég haszontalan voltam ebben a harcban. Eléggé useless hős tud lenni. Lehet, hogy damage-re kéne rámennem sebzésre, és nem tankosra. Mert kipróbálom szerintem valamikor, máskor. Ez a sebzésben így is én voltam a legmagasabb a csapatban. Mindenképp azt mutatja, hogy sebzés ez elég nagy, csak az a baj, hogy ezek a tankok ellen nem tud sokat kezdeni, legalábbis ezzel a build-el, amit én csináltam. Ez az Iceborne Gauntlet, ez most elég felesleges volt.